Új felvételek láttak napvilágot Chris Bumsteadről. Open-e vált a 212 font királya? Ronnie Coleman azt mondta, hogy 2 éven belül ismét járni fog. Üdvözlünk mindenkit a testépítés és az erős sportok világában. Ha nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről, érdekességekről és sztorikról, akkor tarts velünk! Iratkozz fel a csatornánkra, és ne felejtsd el bekapcsolni az értesítéseket, hogy az elsők között láthassd legújabb tartalmainkat. Kezdjük is a híreket! Kian Pearson, a 212 fontos olimpia bajnok csütörtök este posztolt magáról egy új videót az Instagramon, amelyben megkérdezte a rajongóitól, hogy szerintük mire menne a nagyfiúk között Openben. Ő már többször is eljátszott a gondolattal, hogy felmegy az Openbe, már csak azért is, mert nagyon sok olyan kommentet kap, hogy ő a legjobb testépítő a világon, kategóriától függetlenül. Elég divatos lett Openre váltani manapság, ezt tette ugye Chris Bumstead is többek között, és nagyon sok pozitív kommentet kapott. Jay Cutler például azt mondta, hogy szerinte szívem sokkal jobban nézett ki Openben, mint klasszikban. Ez szerintem ugyanígy elmondható egyébként Hadiról és Derekről is, akik ugye 212 fontos bajnokként váltottak Openre. Ez igaz ráadásul Sean Claridára is, aki nagyon jól szerepelt a Prága Pro-n, ugye bronzérmes lett, és annyi izmot pakolhatott magára, amennyit csak tud. És ez egyáltalán nem ment a szárazság rovására, ugyanis csontszáraz volt. Kian zsinórban 2-szer is legyőzte Claridát az olimpián. Magasabb is nála, ami azt jelenti, hogy nagyobb tömeget tudna magára pakolni, de sokak szerint már most, a jelenlegi állapotában is ő a legjobb testépítő a világon. Ugye Claridára szokták azt mondani, hogy olyan, mint egy mini Ronnie Coleman, de Kian szerintem még nála is jobban megérdemli ezt a becenevet. Ez a srác tényleg elképesztő, hogy milyen jó testépítő, ilyen jó adottságokkal nagyon kevesen rendelkeznek, illetve szerintem rendelkeztek a testépítés történelmében. Szóval, ha valakire rá lehet vigyezteni a Ronnie Coleman jelzőt, vagyis hát a mini Ronnie Coleman jelzőt, az egész biztosan, hogy ő. És az a durva, hogy nagyon fiatal, ugye 1995-ben született, tehát még csak 29 éves, ha jól számolom, úgyhogy még egy csomót tud fejlődni. De nyilván kérdés, hogyha betömegelne Openbe, akkor vajon meg tudná tartani az arányait? Mert jelenleg minden megvan benne. Esztétikum, izomtömeg, keskeny derék, hát ez a derék ez valami, tényleg valami elképesztő, nem is tudom, hogy hol vannak a belső szervei. Persze maradhatna 212 fontban is, és akkor zsinórban nyerhetné a Mr. Olympia címeket, de igazából anyagilag ez nem érné meg neki. Ő ugyanis mindössze 50 ezer dollárt nyert az olimpia győzelmével 212 fontban, ami egy nevetséges összeg, hiszen Samson Deuda 600 ezer dollárt nyert idén, Hadi pedig ezüstérmesként 5-ször annyit keresett, mint Kion, vagyis 250 ezer dollárt ugye Openben. Szóval ha így nézzük, akkor szerintem nem is kérdés, hogy át kellene váltani Openre. Igazából a valódi kérdés az, hogy ezt mikor teszi meg. Valószínűleg még 1-2 évet tömegelni fog, hiszen 201 font volt az olimpián, ami átszámítva 91 kiló, tehát még a felső súlyhatárt sem maxolta ki. A következő hírünk egy egész pozitív lesz Ronnie Coleman-nel kapcsolatosan, akinek eddig összesen 13 műtéte volt különböző sérülések miatt. Minden idők legjobbja évek óta nem tud sajnos segítség nélkül járni, még mankóval is nehezen megy, és rendszerint tolókszékben közlekedik. Évek óta azon dolgozik, hogy segítség nélkül tudjon újra járni, többek között őssejtterápiás kezelésekre is járt, ami nagyon sokat segített rajta, például a folyamatosan fennálló fájdalmait teljesen megszüntette. Big Run elkezdett most megint intenzíven gyógytornázni, és Jay Cutler műsorában a Cutler Castben elmondta, úgy érzi, hogy másfél év múlva el tudja hagyni a tolószéket, és mankóval fog tudni járni. Hopefully, like real soon, I'll be walking. I'm not gonna give up on this until I am walking again. A friss módszer, amivel most próbálkozik, az az, hogy medencében gyakorolja a sétát. Heti 3-szor 45 percet sétál a vízben, és további heti 2 alkalommal jár gyógytornára. Úgy látja most a helyzetet, hogy 2 év múlva pedig már a mankót is el fogja tudni hagyni. A legújabb YouTube videójában megmutatja, hogy hogyan is zajlik ez az egész terápia, úgyhogy betettük erről a linket a leírásba, és ott megnézheted. Egy biztos, hogy ha valaki ezt meg tudja csinálni, akkor az ő. Most pedig beszéljünk megint egy kicsit Chrisről, mert hogy feltöltött egy új videót a YouTube-ra, és így betekintést nyerhettünk a színfalak mögé is. Nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, de amikor ilyen hotelszobában készült felvételeket látunk a testépítőkről, ezeken valahogy mindig jobbnak tűnnek, mint a színpadon. Ezek a felvételek kincset érnek, hiszen Bumsteadet soha többet nem fogjuk látni ilyen durva formában, hiszen a legutóbbi videó
szezon óta többször is megerősítette, hogy ez volt az utolsó versenye. Kár, hogy nem látjuk meg, hogy mi lett volna belőle, hogyha egy teljes évet tud készülni. És ha így nézzük, akkor valójában keserédes ezeket a felvételeket látni róla, hiszen tudjuk, hogy soha többé nem fog versenyezni. De hát gyakorlatilag már a Prága Prós szereplése is egy ajándék volt, hiszen az olimpia után bejelentette, hogy ez volt az utolsó versenye, csak később ugye meggondolta magát. Ezzel a Bilder híradó végére is értünk, köszönjük a figyelmet, és majd legközelebb találkozunk. Sziasztok!